lehet ez a kapcsolat, ami az elmúlt másfél év alatt megmutatkozott. Mielőtt visszaadnám a szót ülésvezető úrnak, felolvasnám a civil együttműködés a tanácskozás fórumának az állásfoglalását. A CET fóruma, mint a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar közösségek civil szervezetének önkormányzati elv alapján működő, tagjainak önkéntes társulásával létrejött tanácskozó szervezete, a határokon átívelő egységes magyar nemzet eszméjétől indítatva, az egyetemes magyarság sikeres jövőjét szem előtt tartva a következő állásfoglalást teszi közzé. Egyetértenek abban, hogy a külhoni magyar civil szervezetek munkájukkal nagyban hozzájárulnak a magyarság szülőföldön való boldogulásához, a magyar identitás megőrzéséhez. Kiemelik, hogy tevékenységükkel a kulturális értékek ápolását, a jogérvényesítést, a civil kontroll fenntartását összehangoltan kívánják megvalósítani. Egyetértenek abban, hogy a civil szervezetek személyes kapcsolatok kiépítésével olyan tereket tudnak és kívánnak teremteni, amelyek pozitív hatással bírnak az identitás újratermelődésére, az asszimilációs hatásokkal szembeni ellenállásra. Megállapítják, hogy a civil együttműködési tanácskozás fóruma a Kárpát-medence egész területén aktív, hatékony civil hálózat kiépülésére ad lehetőséget, amelynek kiterjesztése a diaszpóra szervezeteire megteremti az egységes magyar nemzet civil hálózatát. Hangsúlyozták, hogy a civil szervezetek szoros és aktív együttműködése hatékonyan hozzájárul a Kárpát-medencei egységes oktatási, illetve gazdasági tér megvalósításához. Kijelentik, hogy tevékenységükben hangsúlyos szerepet tulajdonítanak az ifjúságnak, amelyben kiemelik az ifjúsági szervezetek aktivitásának fontosságát, általuk a fiatal generáció tagjainak sikeres bevonását a közösségi életbe. A CET fóruma üdvözli a Magyar Nemzetpolitika, a Nemzetpolitikai Stratégia Kerete című dokumentum kidolgozását, amelyet a Magyar Állandó Értekezet plénuma fogadott el 2011. november 24-én. A dokumentum célja egyezik a civil együttműködési tanácskozás szándékával, nevezetesen a magyar nemzet gyarapodó közösség legyen. A CET fóruma üdvözli a magyar állampolgárság jogintézmények kiterjesztését minden magyar számára, melynek következtében 2011. január 1-e óta a magyar állampolgárság megszerzésére irányuló egyszerűsített honosítási eljárás új esélyt, közjogi egyesülést jelentett a magyar szak számára. Egyben üdvözlik a nemzeti regiszter létrejöttét, amely többek között hozzájárul a világ bármely táján tevékenykedő magyar civil szervezetek közti kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz, illetve információ cseréhez. S végezetül a CET fóruma tiltakozik Szlovákiának az egyszerűsített honosítási eljárással szemben tanúsított diszkriminatív lépései ellen, amelyek saját állampolgárai ellen irányulnak. Ezt elfogadhatatlannak tartja, és kifejezi elvárását, hogy Szlovákia törölje jogrendszeréből azt a jogszabálymódosítást, amely az ügy konfliktus forrását képezi. Kifejezik szándékukat, hogy ennek eléréséhez a civil szervezetek tevékenységi jogköre által adott lehetőségekkel összehangoltan kívánnak hozzájárulni. A CET fóruma Budapest Parlament 2011. december 9-e. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a Tapsból ítélve rendkívül könnyű dolgom lesz, úgy látom. Elnöki feladatom közé tartozik, hogy most megszervezzem, hogy egy közfelkiáltással és egy kész felemeléssel szavazzuk meg mindazt, amit Tarics úr nekünk elmondott, és ami a közös állásfoglalásunkat jelentett. Ebben a pillanatban mondanám, hogy aki úgy gondolja, igen... Nagyon szépen köszönöm. Úgy látom, hogy egy nagyon jól látható többség alakult ki. Egységes a véleményünk. Nem jöttünk hiába. Első plenáris ülésünk megszabott tematikájú befejezése előtt
Szeretném jelezni, hogy mostani alakuló ülésünket követően az itt jelenlévő tanácskozási joggal rendelkezők a jövőben minden esetben kifejthetik álláspontjaikat, javaslataikat, hiszen az évente egyszer-kétszer sorra kerülő tanácskozás célja, hogy a majd elhangzottakat a fórum döntése alapján mindenkor hasznosítsuk. Köszönöm megtisztelő részvételüket, és mielőtt az ülés bezárnám, kívánok Önöknek áldott karácsonyt és boldog új évet. Kérem, hogy a házelnök úr által biztosított fogadást tiszteljék meg, bejelentem, hogy a CET munkaértekezlete a szavazati joggal rendelkezők részére 14 órakor a delegációs teremben kezdődik, és most az énekkar közreműködésével következzék a szózat. Fáradjanak a folyosóra, aki nem vette át az emléklapját, az még megteheti az előcsarnokban. Viszontlátásra!